Felsém, rendben van egyébként, azt hoztam, szóval azt nem kell levenni. A pszichiátriáról szökött meg ez a páciens, aki a nyílt nap megnyitóján vette birtokba az auditoriumot. A fiatalember riadalmat nem, de vidámságot okozott az általános iskolások körében. A rendhagyó találkozást követően a gyerekek kisebb csoportokban ismerhették meg a kórházat. Ezt is körbeadom, jó? Nyugodtan nézzétek. A radiológiai osztályon megismerkedhettek a régi röntgenfelvételekkel, majd egy úgynevezett átvilágító gép működését is megnézhették az iskolások. Ez a gép kívülről is irányítható. A hétvezériskola hetedikese azt mondja, orvos vagy gépészmérnök szeretne lenni, és azért jött el a nyílt napra, hogy testközelből élhesse át, milyen is valójában ez a kórházi légkör, hogy tudjon választani a két hivatás között. Most így átvizsgálták a szerveimet belülről, nem volt egy különös érzés, nekem tetszett. Milyen benyomásaid vannak a radiológiai osztályról, hogy tetszik neked itt, miért? Hát nekem tetszik, hát érdekes gépek vannak, meg mindenféle, érdekes az orvostudomány. Az általános iskolásoknak szervezett nyílt napon 20 intézmény, több mint 100 diákja vett részt. A kórház munkatársai olyan interaktív programokat szerveztek számukra, amelyek valós képet mutatnak az egészségügyi szakmák sokszínűségéről. A kórházról lesz egy rövid bemutató, és aztán utána egy több állomásos rendszer lesz. Először a radiológiára fognak menni a gyerekek, ott bemutatjuk a röntgen gépeket, az ultrahangot, annak az osztálynak a működését. Ugyanezt fogjuk a gyerekosztályon bemutatni, ott egy gyomormosást is láthatnak, imitálunk természetesen élethű körülmények között. Legközelebb november 24-én lesz nyílt nap a Fehérvári Kórházban, akkor a középiskolások vehetik birtokba az intézményt.